A családok, tehát a lakossági fogyasztók mellett még nagyjából 100 ezer kisvállalkozó is bent marad abban a körben, amelyikre továbbra is vonatkozik a rezsicsökkentés. Ezt is bejelentette reggel Orbán Viktor. Egy kormányrendelet tartalmazza majd a pontos részleteket. Előző hétvégén döntött arról a kormány, hogy főszabályként a családok számára lesz elérhető a rezsicsökkentés, az önkormányzatok, valamint a vállalkozások esetén pedig visszaáll a járvány előtti helyzet. A miniszterelnök reggeli bejelentése alapján a kisvállalkozóknak tehát mégsem kell piaci árat fizetniük a jövőben sem. Szinte folyamatosan mennek a nagy teljesítményű nyomtatók, így aztán jelentős az áramfogyasztása ennek a zalaegerszegi kisnyomdának. Az összesen 7 dolgozót foglalkoztató cég tavaly ősszel került a rezsicsökkentés védernyője alá, több 10 000 kisebb vállalkozással együtt. Attól kezdve már nem a piaci árat fizették az energiáért. Ennek köszönhetően sikeresen túljutottak a Covid-járvány okozta nehézségeken. A tavalyi évtől kezdődően a rezsicsökkentésnek köszönhetően jelentős kedvezményhez jutottunk, amit eszközparkunk felújítására tudtunk fordítani. Nagyon örülnénk, hogyha a jövőben is ez így maradhatna, így a cégünk versenyképes tudna maradni. Jelenleg, amikor szinte naponta nőnek az energiárak, egy vállalkozás kiadásainak 20-30%-át is kitehetik a rezsiköltségek, vagyis korán sem mindegy, hogy a jövőben mennyit fizetnek majd az áramért, illetve a gázért, ami a termelékenységüket és persze hatékonyságukat is erősen befolyásolhatja. Beslések szerint egyébként azok a cégek, amelyek az elmúlt hónapokban csökkentett áron jutottak hozzá az energiához, több 10 millió forintot spórolhattak meg. Ki kell adnom egy rendeletet, amely a rezsicsökkentés új szabályait, annak részletszabályait tartalmazza. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy az egészen kicsi cégeknek, nagyjából 100 000 vállalkozásról van szó, továbbra is megmarad a rezsicsökkentés. Bizonyos fogyasztási szint alatti vállalkozásokról beszélünk. Nagy kérdés volt, őket meg tudjuk-e védeni a jövőben is, bent tudjuk-e tartani a rendszerben vagy sem. És most úgy látom, ilyen típusú, ilyen tartalmú rendeletet tudok kiadni ma vagy holnap, hogy ők benne maradnak, ez mindegy 100 000 kisvállalkozót jelent. A híradónak nyilatkozó elemző szerint a miniszterelnök által bejelentett intézkedés jelentős segítség a kis cégeknek, amiből a magyar gazdaság is hasznot húz. Ez segíti azt, hogy ők tudják fizetni a számláikat, segíti azt, hogy a foglalkoztás az ne csökkenjen, hiszen ha megugrott volna a költségük, akkor az negatívan hatott volna a foglalkoztásra is. Ez segíti az ő teljesítményüket, nyereségességüket, növekedési lehetőségeiket, a versenyképességet ugyancsak, és segíti azt is, hogy a magyar gazdaság is erősebb legyen, erősebb lábokon álljon. Szakemberek szerint nagyon sok kis cégnek okozott volna komoly problémát, ha kikerültek volna a rezsivédelemből. Ebben az esetben ugyanis a mostani hatóságilag rögzített áram és gázárak többszörösét kellett volna megfizetniük. Ez csődöket és létszámleépítéseket eredményezhetett volna.